Na, sziasztok, Vezető Istenek! Itt vagyok a vlognak a második részével, úgyhogy itt vagyunk a Kápanyás téren, ebben a Vörösmarty emlékházban. Egyébként nagyon jó, szépen néz ki, szépnek a szép a te, úgyhogy a Vörösmarty Múzeumnak az udvara kertje nagyon jó néz ki, úgyhogy Vörösmarty Múzeumot fogjuk megnézni, arról is fognak készülni videó. Akkor következő ilyenben találkozunk. Tartunk a Bátorszé katonai emlékmű felé, úgyhogy az is jó lesz, lesz ilyen repülő szimulátor is, úgyhogy remélem, hogy ez jó lesz. Ha ott az emlékmű élünk, akkor bemutatom az emlékművet. Megérkeztünk Pákközre, úgyhogy a Pákközi emlékművet fogjuk megnézni. Úgyhogy úgy a Pákközön mindenféle emlékművek vannak, akkor azt fognak nektek bemutatni. Mindjárt jövök. Itt járunk a lövészárkokat, ahogy megnézzük, a lövészárkok kicsit olyan borzalmas látványt mutatnak, de itt voltak az első világháborús katonák, itt harcoltak az ellenség ellen. Ez ugyanígy igaz a németekre, meg a franciákra is. Úgyhogy, és akkor majd fogjuk próbálni a repülőtér szimulátort. Az is jó lesz, a repülőtér szimulátor. Na, meg voltunk Pákközön, megnéztük, kipróbáltuk a repülőszimulátort. Nagyon jó volt, úgyhogy egyébként nem most megyünk ebédelni, ezt utána lesz egy megkizés is. Én a fürdőzést meg a megkizést várom legjobban, és ez a nap fog adni mindent, úgyhogy tök jó lesz meg minden. Na most már itt vagyok újra, most megyünk Gárnára, hogy Basszabival. Hát most nem tudtam olyan túl sokat videózni, mert most történt egy-két dolog, ami miatt nem bírtam videózni. Elnézéseteket kérek, hogy a Pákhoz meg kinyék között nem bírtam videózni, hát nem bírtam sajnos, úgyhogy tartunk Gárdonyban, most Szabi megveszi egyeket, és akkor megnézzük a Velencei tavat is. Na... Kiszre váltunk, ezt elmondom. Csak én is levideózok egy kettőt, mert is látok minden nap ilyet, érted? Na hát megnéztük a Velencei tót. Jó a hőmérséklet. Én is azt mondom, benne mentem, hideg volt, de hát... Este már elmondom, 8 óra van már este. Nekem melegebb volt, mint egész nap a tenger. Tehát, hogy délután kettők, amikor legmelegebb van, melegebb volt, mint a tenger. Igen, hát belementem a tóba, de hát hideg volt, de az elviselhető katarógiájában, de hát most kevesebb, olyan 5-6 percet voltam benne. Ha máskor kijövünk Velencei tóra, akkor szerintem alaposabb belemegyek és tovább maradok, úgyhogy szerintem... Ez csak egy teszt volt. Persze. Úgyhogy még majd szerintem remélem, hogy kijövünk még egyszer majd valamikor Velencei tóhoz, és akkor így meg majd jó alaposan fürdök a Velencei tóba. Remélem nem fog kiszállni, remélem, hogy alaposan meg fog töltödni, úgyhogy
Úgyhogy majd nyíkén megcsinálom a második rész elköszönésre. Tudom, hogy kevés volt, de hát most nem nagyon bírtam rögzíteni. Na, elment egy vonat, de ezt izé. Akkor nyíkén megcsinálom az elköszönést. Az, hogy jó, az, hogy kellen, és az, hogy három flört, te megegyezik. Jó. Mi is üdvözöljük vissza. Na hát, megérkeztünk Kápolnyásékra. Jó, hát nem tudtam sok jelenetet rögzíteni, de hát, ilyen a utazás. Én most el szeretnék tőletek köszönni, majd később az operatőr kirétét majd felfedjük. Majd a utolsó záró rész végén. Na, Vence listák, ennyi volt ez a videó. Hogy tetszett, szeretném, hogy egy lájkot. Iratkozzatok fel a csatornámra. Na, Vence listák, találkozunk a legközelebbi videóban, vagy legközelebbi részben. Sziasztok!